Tisztelettel köszöntöm a Williams Televízió valamennyi kedves nézőjét. Önök a Kikötő című magazin műsorunkat láthatják, és folytatjuk azt a sorozatunkat, melyben a települési önkormányzatok vezetőivel értékeljük az elmúlt időszakot, illetve jövőbe is tekintünk. Mai vendégünk Szőlősi Ferenc Attila, Pécelváros polgármestere. Köszöntöm, polgármester úr, stúdiónkban. Köszöntöm, szerkesztő úr, és a Williams Televízió valamennyi nézőjét szeretettel köszöntöm. Régen találkoztunk már, nagyon sok minden van, amit meg kellene beszélnünk, úgyhogy kérem, legyen ebbe partnerünk, és minél több kérdést tekintsünk át, mert nagyon sok minden történt az elmúlt időszakban, és lehetőleg, illetve valószínűsíthetően még több minden fog történni Pécelváros életében. Kedves nézőknek elmondom, hogy a legtöbb települési önkormányzatot mostanság a 2016-os költségvetés érdekli, foglalkoztatja, így van ez Pécelen is, és ha jól tudom, akkor február 25-én ennek az ügynek a végére pontot is tettek, elfogadták a költségvetést, jól tudom? Nem lehet nem elfogadni, természetesen elfogadtuk. És milyen ez a költségvetés? Egy-két szóval jellemezze, kérem. Első látásra talán rosszabbnak tűnt, mint amilyen valójában, mert azt gondoltam, hogy ebben az esztendőben is kurtítani fognak a normatív támogatáson, de nem így történt. Tehát több tevékenységhez nagyobb összeget kaptunk, mint ami erre számítottunk. Ezzel együtt még mindig nem értük el azt az optimális állapotot, amire gyakorlatilag minden település vágy, hogy a normatív támogatások azok teljes egészében fedezzék a kötelezően ellátandó feladatokat, és az adóbevételeket pedig a település fejlesztésére tudjuk fordítani. Nagyjából egy ilyen 170 millió forintos hiány van a kettő között, és ezt kell nekünk ingatlan értékesítéssel, és hát mondjuk azt, hogy egy nagyon erős spórolással valahogy leküzdeni. De ez azt jelenti, hogy akkor most nem olyan költségvetést terveztek, ami nullszaldós, hanem számol a esetleges hiánya? Igazából nagyon nehéz lenne, tehát nem tudom, hogy hogyan lehetne egyébként normál esetben ezt a mértékű hiányt eltüntetni. Igazából hiányról beszélünk, hogyha kifejezetten csak a kötelezően ellátandó feladatokat tekintjük, akkor a költségvetésünk nullszaldós. De ugye egy város mitől város? Az, hogy működtet olyan intézményeket és olyan tevékenységet végez, amely várossá teszi. Ilyen például a bölcsőde. Ugye a bölcsődére abszolút nincs semmiféle támogatás, nekünk van egy közel 140 gyereket befogadó bölcsődény, működhetünk zeneiskolát, helyi járatunk van, ezek egyike sem állam által támogatandó tevékenység. Tehát gyakorlatilag ami a különbség, az az, amit mi önként bevállaltunk, illetve folyamatában ezeket a tevékenységeket a lakók érdekében elvégezzük. Pályázatokkal tudtak számolni? Tehát, hogy milyen esetleges nyertes pályázatok lesznek? Igen, jelentős előrelépések történtek ebben az ügyben is. Ugye most megjelent ez a lemaradt városrész rehabilitációja pályázat, ez egy Pest megyei kiírás, amiben elég komoly reményekkel indulunk, illetve most a közmunkaprogramot próbáljuk egy kicsit jobban meglovagolni, tehát nagyobb számú közmunkást igénybe venni, és egy olyan pályázati formában, ahol gyakorlatilag elmondom, hogy Pécelen a legnagyobb probléma jelen pillanatban, és ezt 2010 óta mondom, a felszíni csapadékvízelvezetés hiánya. Most egy olyan pályázaton indulunk el, ahol árok elemgyártó berendezésre pályázunk, és egy akár több éven keresztüli egymásra épülő folyamatos közmunkaprogramra. És ezzel szeretnénk elkezdeni. Nagyjából 2 milliárd forint körül lenne a teljes vízelvezetés megoldása. Elindulunk vele, és majd meglátjuk, hogy meddig tart ez a program. Arról is nagyon sok hír szól az önök városában, hogy a városközpont modernizálása nagyon fontos, hogy ön is említette a leszakadó városrészek megújítása, gondolok itt az új település környékéről, a polgármester úr is nyilatkozott a helyi újságban. Ez is fontos feladata lesz az évnek? Igen, természetesen az egyik legfontosabb feladat lesz, hisz olyan mértékű ezen az adott területen a szegregáció, ami már senkinek nem jó. Tehát azért azt meg kellene oldani. Ugye gyakorlatilag elértük azt, hogy az elmúlt 50 év alatt az önkormányzati bérlakásokra soha nem volt egy fillér sem költve.
ezek olyan állapotba kerültek, hogy ma már én szerintem legtöbb emberi lakhatásra alkalmatlan. Ezeket a régen lepusztult épületeket szeretnénk elbontani, és egy modernebb épületegyüttest a helyükre felhúzni, ahol már lehetne úgy szocializálni az ott lakókat, hogy igenis ennek a fenntartásba pénzbe kerül, és hogyha nem fizetik a lakbért, akkor ennek a... Tehát nem fogunk még egyszer abba a csapdába beleesni, mint amiben az elődeink beleestek akár még 50 éve. Maradjunk még egy kicsit a képviselőtestületi ülésnél, hogyha jól tudom, januárban is téma volt, de most februárban is a helyi autóbuszjáratok szolgáltatás, mint olyan. Ugye, ha jól tudom, akkor a szolgáltató megváltozott március 1-től. Miért volt szükség erre a szolgáltató váltásra? Hát nem volt szükség, 5 éves szerződés, ugye 5 éves intervallumra kötött a szerződés, ez a szerződés ez lejárt. Kiírtuk az új pályázatot, ugye a pályázat feltételeit addig aktuális menetrendhez igazítottuk. Ez a menetrend, ez akkor tartható, hogyha 2 autóbusszal rendelkezik a pályázat, plusz egy autóbusz pedig tartalékba kell, hisz már történhet a meghibásodás. Kiírtuk a pályázatot, 2 vitték el, 2 cég vitte el a pályázatot, de csak 1 adott be ajánlatot. Feltételezem, hogy a másiknak nem volt elegendő számú autóbusza erre. Így nyert a Kecskeméti illetőségű Hamza Kft. Gyakorlatilag én azt gondolom, hogy a város ebből profitált, mert olcsóbb lett a bérlet, olcsóbb lett a jegy, hogy nekünk kevesebbet kell önkormányzatilag hozzátennünk a helyi közlekedéshez. Viszont nem szeretnénk kevesebbet hozzátenni, hanem inkább azokat az igényeket szeretnénk a megmaradó pénzből kielégíteni, hogy elérjünk olyan városrészeket is, ahol eddig nem volt helyi járat. És akkor itt mondjuk el az összegeket is, ugye ön is említette, hogy ez jó hír, ugye a díjszabás kedvezőbb lett, 200 helyett 160 forint lett egy jegy, a teljes árujegy. Teljes bérlet ugye 3150 forint, ha jól tudom, igen. És a nyugdíjas diák is 1200 forintra igen. Csökkent, ugye? Jó, hát nagyjából egy ilyen 30%-os csökkenéssel beszélhetünk teljes egészében, és ugyanez igaz az önkormányzati hozzájárulásra is. Akkor ezek nyugodtan mondhatjuk a péceli polgároknak, a péceli nézőinknek, hogy jó hírek. Igen, itt azért elég érdekes a történet, mert ugye aki nem az én helyemen ül, az mindenki érzelmi szempontból próbálja ezt az egészet megközelíteni. Soha semmi bajunk nem volt az előző szolgáltatóval sem. Nem is értettük igazából, hogy simán meg lehetett volna oldani, hogy ő is adjon be pályázatot. Mert kedves ember, szolgálat kész. Tehát szerették a lakók. De szerintem a jelenlegit is meg fogják szeretni. Mert nem gondolom azt, hogy egy helyi szolgáltató másként tud munkát végezni, mint kedvességgel és szolgálatkészséggel. Várost, mint fogalmat több alkalommal is említettem már az elmúlt percek során. Januári testületi ülésen elfogadták a város rendezvénytervét. Ez azért is nagyon fontos, ugye, mert idén ünnepli a városállatásának 20. évfordulóját, Pécel. És külön összeget, ha jutom pontosan 20 millió forintot, el is különítettek erre a program sorozatra. Egy-két programot emeljünk ki ebből a rendezvénysorozatból. Mi az, ami különlegessé teszi ezt a 2016-os évet az önök számára? Hát legalábbis maradjunk a pénzre, mert szerintem a választókat elsősorban ez érdekli. Gyakorlatilag tényleg elkülönítettünk az eddigi általánosan 6-8 millió forinttal szemben most 20 millió forintot, azért, hogy kiemelkedő rendezvényeket tudjunk megszervezni. Viszont 3x5 millió forint értékben adtunk be rendezvénytámogatási pályázatot. Tehát nem feltétlenül fogjuk elkölteni ezt az 20 millió forintot, de hát még ugye költségvetésből gazdálkodunk, tervezni kell. Nagyjából azt gondolom, hogy lényegében sokkal több rendezvény nem lesz. Amit nagyon szeretnék, az inkább az adott rendezvények színvonala, illetve ami nagyon fontos, hogy a szeptemberi rendezvényünk, ez a Bogár találkozóval egybekötött főzőverseny, ez egy 3 napos rendezvény lesz, színvonalas műsorral próbálunk készülni inkább. Elkezdődött már ennek a rendezvénysorozatnak a szervezése? Hiszen akárhogy is nézzük, ugye a színvonalas produkciók már hosszú hónapokkal előre le vannak kötve, tehát ha időben nem lépünk, akkor hiába van pénzünk, nem tudnánk megtenni azt, hogy megrendeztessük a helyieket. Még mindig egy téma a február 25-i testületi ülésről, a közvilágítás nagyon sok városban probléma.
ennek a korszerűsítése önöknél is napirendre került, hogy döntöttek? Hát meghoztuk a határozatot, hogy a világítást korszerűsíteni fogjuk. Elég régóta, én azt gondolom, hogy amióta polgármester vagyok, azóta vagyok kapcsolatban, vagy jutnak el hozzám különböző vállalkozások ajánlatai, akik közvilágítás korszerűsítéssel foglalkoznak. Hát nyilvánvaló, hogy ugye a jelenlegi világítást azt egy energiatakarékos világításra akarjuk cserélni. Óvatosnak kell lenni, mert ugye azért a magyar sajtót bejárják azok a hírek, ahol ezt megtették, és elég sikertelen volt ez a kezdeményezésük. Most éppen a napokban, ott Pécsen az egyik utcában egy ilyen köztes darabra felszerelésre kerülnek demolámpák. Akit érdekel, mindenki elmehet, és akkor ott elég látványos lesz a különbség, ha lesz. Még én sem tudom megítélni, mert ugye asztal mellett irodában látni egy lámpa működését, az nem ugyanaz, mint amikor 6 méter magasról világít lefele. Ez nekünk is egy próba. Megnézzük, hogy valóban jelentős változást okoz-e, mert ha a közvilágítás világítási szintje ugyanezen az alapon, tehát ugyanebben a formában fog üzemelni, csak felébe kerül, már akkor is nyerünk vele. De ez nem fog bennünket arra késztetni, hogy szerződést írjunk alá. Tehát mindenképpen csak minőségi javulás esetén fogjuk a szerződésnek. És ha már korszerűsítés, ha már közvilágítás, és ha már utcát is említett, akkor nem csak a közvilágítás, az úthálózat korszerűsítése is, azt hiszem nyugodtan mondhatjuk, Pécelen kiemelt feladat lesz idén. Hát, igen, az annak kellene, hogy legyen. Azonban én változatlanul azt gondolom, hogy mindenfajta út, járda, korszerűsítéset meg kell, hogy előzzen a felszíni csapadékvízelvezetés. Teljesen miből építünk, mindegy, hogy miből építünk utat, az eső mindent elmos, vagy alámos. Én azt gondolom, hogy ez egy párhuzamos történet lesz. Most jelen pillanatban, ugye valamikor a tavalyi év végén kaptunk közel 130 millió forint Viszmajor támogatást, még a jégkár által okozott problémák helyrehozatalára. Most ismét megítéltek nekünk 99 millió forintot, amit a június 10-i hatalmas eső okozta károk helyreállítására kaptunk, de megint leadtunk már egy következőt, mert most az elmúlt napok esőzései megint nagyon rossz állapotokat idéztek elő. Én azt hiszem, hogy ha ezt ebben a formában folytatjuk, tehát mindig Viszmajor keretből helyreállítunk, ez egy soha véget nem érő történet. Tehát erre egy olyan végleges megoldást kell találni majd, ami utána már nekünk nem kell majd Viszmajort igényelnünk. Ugye beszéltünk a költségvetésről, és bevételekre is törekednek, így fogalmazott, ha jól emlékszem, és egyik bevételi forrás lehet, talán nyugodtan mondhatjuk, a Katasztrófa Védelmi Központ ügye. Hogy áll ez most? Hát jelen pillanatban most ilyen szerződés aláírás előtti állapotban vagyunk. Történt egy kis marőr itt a kormány engedéllyel, mert megkaptuk ugyan a kormány engedélyt a hitelfelvételre a 2015-ös évre, tehát most ezt meg kell ismételnünk, ami alapvetően, tehát elő van minden készítve. Ugye a katasztrófavédelem vezetésével abban állapodtunk meg, hogy előbb kerülünk tulajdonban, mint birtokban. Mert ők azt kérték, hogy a lehetőség szerint szeptember és december között vegyük át az épületet. Egyrészt ugye júniusig ott még üzemszerűen oktatás folyik, ezt követően jön egy szabadságolási időszak, és ezért egy ekkora komplexumnak a kiürítése, költöztetése, ez nem egy kétnapos feladat. Ha mi megvesszük és beköltözünk, akkor ugye korlátozottan forgalomképessé válna, nem lehetne hitelfedezeti alap. A KFT veszi meg, az önkormányzat készfizető kezesként lép be a KFT mögé, akkor nem kell azon gondolkodnunk, hogy honnan, milyen ingatlan teszünk még mellé, mert ugye az önkormányzati tulajdon általában korlátozottan forgalomképes, hogy telkeket tudtunk volna talán mögé tenni. Így viszont ezzel a megoldással maga az ingatlan a fedezeti alap, ami azért egy nagyon szerencsés állapot. Polgármester úr, az elmúlt hetekben, hónapokban több alkalommal beszámoltunk arról, Pécel épül, szépül, és ennek egy kiemelt megvalósulása lehet az úszoda építés. Ez a projekt hamarosan indul, az alapkőletétel tavasz végén, nyár elején várható, ugye, ha jól tudom? Hát,
Azt gondolom, most április közepén lesz ugye a végleges TAO döntés. Az nem titok, ugye, hogy egy sportegyesület építeti, ugye az önkormányzat segítségével, önkormányzati tulajdonú terken. Még megpróbálunk néhány szállat megmozgatni, hogy még egy TAO bevételhez jussunk. Minden esetre én azt gondolom, hogy a nyár legelején elkezdjük az építkezést. Az építető, vagy az építő véleménye szerint ez egy ilyen 7-9 hónapos építési időszakot ölel fel. Tehát egészen bizonyos vagyok abban, hogy, tél végén, kora tavasszal azért ott a pécéliek már fürödhetnek. Persze ezzel együtt nem ennyire egyszerű a dolog, egyrészt van egy lakossági tiltakozás. Az érintettek, a közelben lakók, azok félnek attól, hogy a nyugalmukat zavarni fogja. A másik ugye... Hogyan zavarhatja a nyugalmukat? Segítsünk egy kicsit, hát ha megijednek önmaguktól is. Ugye tudjuk, hogy az úszoda mellett megy el a vasút. A vasút hangja nem zavaró, de az úszodában elhangzó sípszó lehet az. Ez az egyik, a félmeztelen emberek látványa. Ez is egy ilyen történet. Szerintem inkább az emberek a változástól félnek. Nem rossz indulat ez, hanem megszokták a maguk csendes kis közösségét, és hogyha ebbe bárki kívülről belepiszkál, akkor ezt kvázi majd személyes sérelemnek veszik. De egyébként az ezzel kapcsolatos megbeszélések szerintem egészen jól zajlottak és elcsitultak ezek az aggodalmak. Mekkora beruházás ez, tehát mekkora nagyjából összeg? Az ő részsel együtt egy 1 milliárd körüli beruházás. Igazából amit szerettünk volna, arra nem jut elég pénzünk, mert ez egy nyáron nyitott, télen fedett, szigetelt ponyvatetős, tehát mozgatható ponyvás úszoda lesz. 50 méteres vagy 25 méteres medence? 25-33 méteres a nagy medence, tehát ez egy ilyen olimpiai méretű medence, és 10x18 méteres lesz a TAN medence. Az úszoda víz az 28 fokos lesz, és 30-32-re lesz felfűtve a TAN medencének a hőfoka. És ezzel kapcsolatban már megkaptuk a következő kritikákat, hogy nyáron mi történik, hogyha rossz idő van. Ha lemegy a Balatonra, ott is nyáron rossz idő van. És még egyszer mondom, ez nem fürdő lesz, ez egy sport létesítmény. Tehát nem wellness központ. Még egy programot említsünk meg a számos rendezvény sorozatból. Ugye az Összefogás 21-19 Egyesület hamarosan, március 14-én jótékonysági bált rendez. Mi ennek a jótékonysági bálnak a célja? Most ez a harmadik óvoda megsegítésére irányuló kezdeményezés. Ez a negyedik bálunk lesz. Egyszer ugye a Pécéli Spartacus Sport Egyesület is bekerült a kedvezményezettek közé. Most a Szivárvány óvoda belső nyílászárójának a cseréje az alapvető cél, és erre próbálunk meg jó szándékú emberek segítségével valahogy segítséget adni. Kívánjuk, hogy ez jól sikerüljön. És még egy nagy falat a beszélgetésünk végére, polgármester úr, ez pedig a török beruházás. Nagyon sokat beszéltünk már erről, aztán egy időszak volt, amikor úgy elhalkultak az információk. Nagyon sokat tárgyalt ön is ez ügyben, ha jól tudom, a kormány. Két és fél éve zajlott. Hogy állunk most? Igazából nem azzal kezdődött, amivé vált. A beruházások kezdetén végig ugyanarról a cégről beszélünk, ez egy cégcsoport, ugye egy luxus lakópark építése volt a tárgyalások elsődleges célja. Most már eljutottunk abba a szerencsés fázisba, hogy kormányküldöttséggel megyünk Törökországba, és én nagyon-nagyon bízom benne, hogy egy ilyen mértékű beruházás az az államnak is fontos. Ezt egy önkormányzat önerőből semmiképpen nem tudná megvalósítani, hisz ennek a területnek a megszerzése, aminek nem is zöme, a teljes egészében magánkezekben van. Ez nem egy egyszerű feladat. Ismerjük a magyar mentalitást, de nem magyar mentalitásról beszélünk, szerintem a világban mindenütt ott van, hogy ahogy lehetőség van, felértékelődnek a dolgok. Tehát ezt egy önkormányzat ezt nem tudná ezt féken tartani. Mindenképpen állami segítségre van szükség, és ennek az állami segítségnek a módozatainak a megbeszélése fog megtörténni szerintem majd most itt Isztambulban. És hogy látja, a magyar kormány támogatja az önök elképzeléseit? Tehát mint Pécel elképzelésére gondolok.
Mert ugye azért azt mondjuk el a kedves nézőknek, hogy itt nem két meg három félérről van szó, hanem nyugodtan mondhatjuk az elmúlt évtizedek legnagyobb magyarországi beruházása lenne. Úgy magyarországi, hogy külföldi befektetővel. Igen, ez a beruházás egy 10 éves intervallum alatt 600 milliárd forintos beruházás lenne. Én nem hiszem, hogy volt az országban ehhez hasonló egy helyszínen történt beruházás. Ennek a végeredménye egy 20-25 ezer munkahely megteremtése lenne. Én azt hiszem, hogy ez nem egy elhanyagolható dolog. Ami ebben egy kicsit most talán féket nyom, és ez mindig a nagy politika, ugye elsősorban a török-orosz ellentét. Mi egy kicsit simulunk ugye most az oroszokhoz. Remélem, hogy ez nem fogja ezt befolyásolni, mert én azt gondolom, hogy ma, amikor ilyen iszonyatos pénzt elköltünk közmunkaprogramra országosan közpénzből, akkor egy tényleges munkavégzés az minden embernek értéket jelent. Tehát egy olyan folyamatosságot és egy olyan biztonságot ad egy állandó munkahely, ami mindenkinek a célja, szerintem. És hogyha az állam egy kicsit felelősen gondolkodik ebben a történetben, akkor mindenképpen támogat egy ilyen kezdeményezést. Hát ahogy fogalmazott, hogy 10-15 év, ugye, ezt mondta, az alatt lenne ez a beruházás teljesen. 10 éven belül. A 10 éven belül jönne létre 20-25 ezer munkahely, igen, vagy már a 10 éven belül? Hát ez természetesen ugye megépül alapjaiban egy ilyen iparipar, és akkor elkezdenek beköltözni. És ahogy költöznek be a cégek, úgy növekszik a munkaerő létszám. És a török beruházó hozná létre ezeket a munkahelyeket, vagy ő csak a feltételeket teremtené meg? Is. Tehát a mostani ismereteim szerint török cégek is jönnének elég szép számmal, illetve talán már említettem ezen a forralítőnöknél, hogy voltam olyan közös megbeszélésen, ahol a 14 legnagyobb európai logisztikai cég képviselője, vezetője jött el. Itt volt Budapesten egyébként ez a megbeszélés, és ott írták alá a szándéknyilatkozatot, hogy amennyiben itt megépül ez az ipari park, akkor ők jönnek többek között a DHL, és mondhatnám még a többi ilyen nagy beruházat. Ez lenne a fókuszban, az ipari parkban? Tehát a logisztikai ágazat? Igen. Ugye mivel Pécsen elég érdekes adottságokkal rendelkezik, tehát gyakorlatilag ugye a Gödöllői dombság nyugati karjába vagyunk beszorítva, és egy ilyen völgyes, dombos terület. Itt egy nagyon rossz mondjuk egy gyártónak a bekerülése, az tönkretehetné a városiak életét. Tehát erre fokozottan oda kell figyelni, hogy mi az, ami ott megvalósulhat. Semmiképpen ne veszélyeztesse az ottani emberek életterét. Optimista, polgármester úr? Igen. Nem is lehetne másképp. A kezdetektől optimista vagyok, és ahogy látom, hogy egyre többen lépnek be ebbe a szervezésbe. Ugye megalakítottunk, voltam bent a külgazdasági minisztériumban, amikor a államtitkárról tárgyaltunk ebben az ügyben. Létrehoztunk egy munkacsoportot, amiből egy főt adott a külgazdasági minisztérium, 3 főt a HIPA, 3 főt a törökök, és 3 főt pedig Pénzáváros önkormányzat. Mi a következő lépés? Ez a kormánydelegáció kiutazása? Igen, mert gyakorlatilag ez lenne az, amit én úgy hívok, hogy startpisztoly eldördül, mert ott már egy olyan kormányszintű megállapodásnak kellene történnie, ami lehetővé teszi azt, hogy elindítsuk ezt a munkát. Államtitkári szinten megy a... Igen, most igen. És kiutazik a magyar államtitkár, igen, és akkor ott igen, már egy szerződéskötés elképzelhető? Hát egyrészt azért, hogy ugye mindenképpen látni kell. Tehát mivel ugye ez a cég a világ számtalan pontján épített már ipari parkot. Most Isztambultól 70 kilométerre van egy 200 hektárnál nagyobb ipari parkjuk, amelyik napelemrendszerrel szerelve, óvodával, iskolával, tehát egy olyan szociális rendszerrel épült meg, amit bátran megirigyelhetnénk mi is. Tehát ennek a bemutatása az elsődleges cél, hogy ilyen lenne itt is, illetve már a lehetséges állami támogatások megbeszélés, vagy kedvezmények, nem támogatások, mert a török ragaszkodik hozzá, egy saját pénzből szeretné megvalósítani, tehát ő nem kér. Csak azokat a kedvezményeket kéri, amit itt egyébként minden hasonló nagyságrendű befektető esetleg megkap. Azt mondta optimista. Hogy látja, mikor
tehát a legoptimálisabb esetben mikor kerülhet sor az első kapavágásra? Nem tudom. Azért nem tudom megmondani, mert elég távol állok a nagy politikától. Én kis helyi polgármester vagyok, távol állok a nagy politikától, ez lehet fél év, és a tetejét nem tudom megbecsülni. Kifejezetten kormányzati akaratom múlik, hogy ez mikor kezdődhet. Bízunk szerintem a legjobbakba, és akkor most beszélgetésünk végén, polgármester úr, többször elhangzott ez a szó, egyszer az én számból, aztán az ön számából is, az optimizmus. Ez határozza meg az ön polgármesteri hitvallását? Mi az, ami önt mozgatja? Mi az, ami önt előre viszi? Ugye nyugodtan mondhatjuk, a kezdet-kezdetén nem volt egyszerű az ön dolga. Hát én azt gondolom, hogy talán a legfontosabb a polgármesteri munkában az emóció. Egyfajta együttérzés. Tehát meg kell érteni az emberek problémáit. Nincsenek kicsi, meg nincsenek nagy problémák. De szerintem önnek nincs ezzel problémája, nem, tehát megérti. Valóban nincsen. Én azt hiszem, hogy a legfontosabb dolog, amit egy polgármesternek ma meg kellene tanulnia, és ez bárkire igaz, a polgármester, amikor az emberek elmennek, és ezt a kis fehér borítékot beledobják a baládába, akkor maguk elé választanak egy embert, és nem maguk fölé. Ez egy nagyon-nagyon fontos szempont. Tehát én nem vagyok tévedhetetlen, ugyanolyan ember vagyok, mint ön, vagy bárki más a városban. Én voltam a bátrabb, én ezt elvállaltam, ezt a tevékenységet. Az egyedi kis problémák megoldása sokkal nehezebb, mint bármelyik nagy. Tehát amikor bejönnek hozzám, leülnek, nyakamba öntik az életük tragédiáját, majd hátradőlnek, hogy old meg. És adott esetben az egy hang az sokkal hangosabb, mint egy tömegnek a hangja. Hát, ez közvetlenül a fülembe szól. Nagyon-nagyon fontos az, hogy az emberek érdekeit képviseljük, és ne mi teremtsünk érdekeket. Sikerült az eddig önnek megvalósítani? Hogy érzi? Vannak olyan adatok, amik magukért beszélnek. Ugye 2010-ben, amikor az ismeretlenség homályából én beléptem ebbe a közösségbe, és polgármester lettem, akkor mindenképpen a változtatni akarás vezérelte az embereket. Most viszont a választási iroda kimutatása szerint Pécer történetében, tehát a választás, szabad választások óta eltelt időszakban egyetlen egy esetben sem szavaztak annyi a polgármester, mint most 2014-ben. Én ennyit optimista vagyok. Ez egy nagyon jó visszaigazolás, és azt hiszem, amiről beszéltünk az elmúlt percekben, ez a török beruházás, ez ugyancsak alátámaszthatja ezt, illetve 10-15 évre meghatározhatja Pécer jövőjét. Hát ez nagyon sok mindent meghatároz, hisz a helyi vállalkozásoknak olyan mértékű elfoglaltságot adhat, amit nem is lehet remélni, és én azt gondolom, tehát olyan mértékű létbiztonságnövelést követni ezt a beruházást, ami páratlan. És jó lenne Pécelinek lenni. Akár, igen. Lesz munka tehát jövőre is bőven. Rendben, hogy lesz. Ehhez kívánok önnek sok sikert és erőt, egészséget, mert azt hiszem ez a legfontosabb. Köszönöm szépen. Köszönjük, polgármester úr, hogy befáradt. A kedves nézőknek pedig megköszönjük a figyelmüket. Az elmúlt fél órában Kikötő című magazinműsorunk vendége Szőlősi Ferenc Attila pécerváros polgármestere volt, akivel többek között a város költségvetéséről, jövőjéről is beszélgettünk, akárcsak a török beruházás valószínűsíthető következő lépéseiről. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!